A nyár beköszöntével változnak a Hajdúszoboszlói járóbeteg ellátó centrum szakorvosi ellátásai. Érdemes tehát időben beszerezni a szükséges recepteket, ha ragaszkodunk saját orvosainkhoz. A nyári szezon beköszöntével bizony sokan már a megérdemelt szabadságukra készülnek. Így van ez az egészségügyi dolgozók körében is, hiszen ne felejtsük el, ők is emberek, nekik is van családjuk, s mint mindannyiuknak, számukra is szükséges a pihenés, feltöltődés, regenerálódás, hogy újult erővel tudjanak a szoboszlói lakosok szolgálatában állni. Így most is, mint a téli időszakban felkerestük dr. Varga Tamást, a járóbeteg ellátó centrum igazgató főorvosát, hogy széles körben tudjuk tájékoztatni a lakosokat, mire kell számítaniuk egészen augusztus végéig. Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezt elmondhatom a televízióban, mert nagyon fontos információkról van szó, és mi is megpróbáljuk informálni a lakosságot minden lehetséges fórumon, újsághirdetésekben, ezen a belső zárt láncú televíziós hálózatunkon, illetve akik a Facebookon fönt vannak, munkatársaim, ők is föltesznek néha egy-egy olyan fontos információt, ami ezzel kapcsolatos. Annyit tudni kell, hogy a közalkalmazottaknak, tehát a dolgozóknak az évi rendes szabadságának egy negyedével a dolgozó rendelkezik szabadon. Most nyilvánvaló, hogy amikor azzal a kéréssel jönnek hozzám a dolgozók, hogy ekkor, akkor elmennék szabadságra, akkor azt nekem ugye méltányolnom kell olyan szempontból, hogy ezek már előre lefoglalt külföldi utak, előre lefoglalt üdülések, és nyilvánvaló mindenki szeretne akkor elmenni szabadságra, amikor a gyereknek iskola szünet van, amikor a felesége vagy a férje szintén vagy szabadságon van. Ebből a szempontból nehéz helyzetben vagyunk olyan értelemben, hogy amíg régebben könnyű volt helyettes orvost biztosítani a rendelésekre, addig, amíg a rendelőorvos távol volt, az utóbbi időben az ismert okok miatt egyre nehezebb helyettesítő orvost találni. Úgy a klinikán, mint a kórházban már az egyes osztályoknak a működése is veszélybe került a sok-sok ugye külföldre távozó orvos miatt, és amíg régebben néhány éve még egy-egy szünetelő szakrendelésre 2-3-4 jelentkező is volt Debrecenből, addig most már mindenhonnan, ahonnan keresünk helyettesítő orvost, elutasító válaszokat szoktunk kapni olyan címen, hogy a saját rendeléseiket, a saját ambulanciáikat nem tudják ellátni. Emiatt nagyon sok esetben előfordul, és idén-nyáron is sajnos elő fog fordulni olyan, hogy néhány szakrendelés 2-3 hétig szünetel. Ahol úgymond látszik a lehetősége, felsejlik annak a lehetősége, hogy helyettesítő orvost hívjak, szerezzek, ott természetesen külön pluszköltséget is bevállalva, mindenképpen biztosítjuk a helyettesítő orvosnak a jelenlétét, ahol viszont nem sikerül ezt biztosítani, ott előfordulhat, hogy 2-3 hétig a szakrendelés szünetelni fog. Vannak-e szélsőséges területek, amiket nem vagy nagyon-nagyon nehéz megoldani, és ennek a rendje teljesen felborul? Most például a tüdőgyógyászaton alakult ki egy olyan szituáció, hogy az egyik dolgozónak a betegsége miatt a felvételek kiértékelése nagyon nagy nehézségekbe ütközik. Éppen ezért kellett azt bevezetnünk, hogy a 40 éven felüli szűrések, lakossági szűrések, amik ugye évente egy alkalommal ingyenesen járnak Hajdúszoboszló lakosságának, azokat október 1-ig szüneteltetni kell, ugyanis jönnek az iskolások, jönnek a középiskolások, jönnek a felsőoktatásba menők, aztán jönnek az idénymunkások, szállodai dolgozók, akiknek ugye kötelező elvégezni ezeket a vizsgálatokat, és heti 2 alkalommal tudjuk csak biztosítani azt, hogy főorvos úr kijön és megnézi a felvételeket. Na most, ilyen esetben természetesen a 40 éven felüli szűréseket, azokat halasztani kell, mert azok ugye nincsenek időhöz kötve. Éppen ezért most már előjegyzést, időpontot nem is adunk ki ezekre a szűrésekre, éppen azért, hogy a lakossági elégedetlenséget elkerülendő, nehogy az legyen, hogy
időpontot adunk, viszont nem tudjuk a felvételt megcsinálni. Mi úgy szeretjük, hogyha elkészül a felvétel, és tényleg egy-két napon belül a páciens kezében ott a lelet. Ezt most a kialakult helyzetben nem tudjuk megcsinálni. Aztán lesznek még olyan szakrendelések, fülorgége, aztán a bőrgyógyászat, aztán sebészet, aztán a képalkotó diagnosztika, ahol hát kialakulhatnak hosszabb, rövidebb orvosi, illetve szakdolgozói távollétek, de ahol lehet, mindig szervezünk valamit. Tehát a képalkotó diagnosztikánál például az egyik céggel kötöttünk egy olyan telemedicina szerződést, ami abból áll, hogyha sürgős a lelet a páciensnek, a betegnek, mondjuk éppen végtag törött kisgyermekről van szó, vagy egy fürdőben elesett és balesetet szenvedett felnőttről van szó, akkor az elkészült felvételeket, amiket a munkatársaim elkészítenek, azokat interneten keresztül beküldjük Debrecenbe, és 20 perc elteltével a lelet már meg is érkezik. Ez természetesen nem ingyen van, de úgy gondoljuk, hogy ennyit a sürgős leletek megérkezése érdekében a háznak be kell vállalni. Természetesen, ha a szakellátás városunkban szünetel és halaszthatatlan az orvosi ellátás, Debrecenben mindenki igénybe veheti, ami szükséges számára. Erre föl is hívnánk a figyelmet, hogy a Kenézi Kórháznak Hajdúszoboszlóval szemben területi ellátási kötelezettsége van, ami annyit jelent, hogy ha itt Hajdúszoboszlón az adott szakrendelés nem üzemel, akkor házi orvosi beutalóval, vagy pedig anélkül is, de én javaslom inkább a házi orvosi beutalónak a beszerzését, mert így akkor ki van húzva a méregfoga az egésznek. Tehát házi orvosi beutalóval azok a szakrendelések Debrecenben, a Kenézi Kórházban, illetve a Kenézi Kórház szakrendelőjében, a Betlen utcai rendelőben, amit régen ugye Nagyotinak hívtunk, abban ezek a szakrendelések fölkereshetők, és ott a hajdúszoboszlói betegek ellátása megtörténik. Az ügyeleti ellátás folyamatosan biztosítva van. A doktor úr, a Borbás doktor úr megcsinálta már augusztusra is az ő ügyeleti ellátás házi orvosok szabadságra történő eltávozásával kapcsolatban nekünk információnk nincs. Ők mindig az önkormányzattal vannak kapcsolatban, ők nekik ezt a jelentést az önkormányzat felé kell leadni, úgyhogy nagyon sokszor kérdezik a betegek, hogy nem tudjuk, hogy vannak szabadságon a házi orvosok, hogy helyettesítik egymást. El kell mondanom, sajnos nem tudjuk, mert nem hozzánk tartoznak, és nekik ezt a házzal, illetve velem nem kell közölni. Arra viszont biztos tud válaszolni, hogy ha már a házi orvosokról beszéltünk, hogy mire terjed ki a hatásköre a helyettes házi orvosnak, ugyanazt elvégezheti, mint a saját orvosa az adott páciensnek? Igen, természetesen az ANTS-szel, illetve az OEP-el kötött szerződésük értelmében ugyanolyan jogkörrel bír, mint a saját házi orvos, a beutalót adhat, aztán receptet írhat föl, kórházba utalhat, és minden olyan tevékenységet elvégezhet, ami az adott betegnek a saját házi orvosa adott esetben szintén elvégezhet, tehát ők egymást teljes jogkörrel helyettesítik. A lakosok megnyugtatása kedvéért azért próbáljuk már megfogalmazni, hogy mikor áll vissza a rend a nyári időszakot követően. A 40 éven feletti szűréseknek az újbóli beindítását, mint ahogy az előbb említettem, október 1-től tervezzük, mert akkorára fogjuk magunkat úgymond utolérni a képek kiértékelésével kapcsolatban, és az a tapasztalat, hogy augusztus 20-a után már a dolgozók visszajönnek, tehát augusztus 20-a után, ahogy a gyógyfürdőben is látjuk, hogy 20-a után már azért jelentősen csökken a forgalom, augusztus 20-a után már úgy gondoljuk, hogy mindenki újra itt lesz, újra munkába áll, és a ház ismét teljes odaadással és teljes létszámban üzemel. Mindezek mellett a főorvos úr tájékoztatásul még elmondta, hogy július 1-e az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A Semmelweis nap, amely Semmelweis Ignác magyar orvos születése, munkássága előtti tisztelgés és az egészségügyi dolgozók által végzett munka elismerésének, presztízsének emelését szolgálja. Továbbá ne felejtsenek el időben tájékozódni az ellátásokról, azok szüneteléséről. Írassák fel szükséges receptjeiket, beutalóikat.
És ahogy hallhatták, tehát még egyszer, augusztus 20-a után visszaáll a megszokott rend.